Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy rövid videóban azt szeretném bemutatni, hogy az i3 ablakkezelő, az i3 VM-et hogyan lehet kiegészíteni egy másik ablakkezelőbe, a csodálatos, milyen szerény elnevezésű, csodálatos ablakkezelőbe megszokott és nagyon jól használható panelelrendezéssel. Mi az E3 hátránya? Az, hogy van egy bizonyos mennyiségű ablak elrendezés, panel elrendezés és ennyi. Ezt nem tudod alapvetően ott magába az E3 VM-be különösebben variálni. Persze van füles, van halmozott, van vízszintes, függőleges meg ezeknek a keveréke. Ennyi. De előfordulhat az, és velem elég sokszor előfordul, hogy ez így igazából kevés. Lehet használni, de jobb lenne, hogyha lenne egy másfajta elrendezés, amit mindjárt be is fogok mutatni, hogyan is néz ki. És véleményem szerint érdemes elgondolkodni a telepítésen, hiszen egyszerű a telepítés, jól használható, igazából nem nyúl hozzá az E3 VM rendszeréhez, hanem arra épül rá, tehát nem fogod az E3 VM-edet vagy a Linuxodat tönkretenni vele, nem egy belegányolt akármi, hanem egy nagyon jól használható, nagyon egyszerű kis scriptecske. Hát nézzük is meg! Nézzük is meg, mit tud ez az eszköz. Gyakorlatilag az E3 alatt 1-2-3 darab panelt megnyitottam, ez szépen a megszokott módon egymás mellett, vagy egymás alatt, vagy megfelelő elrendezésben megjelenik. Nyilvánvalóan ezen lehet változtatni, hiszen van lehetőség különböző formációk felvételére, de most egy olyat szeretnék bemutatni, ami nagyon kényelmes. Megnyitottunk 3-at, és én elindítom a programot, én hozzárendeltem egy billentyű kombinációhoz, így viszonylag gyorsan elérem ezt az eszközt. Megnyomom a billentyű kombinációt, és lehet látni, hogy beugrott egy elég jól elrendezett ablak elrendezésbe. A fél területet a fő panel, és a másik felet a két alpanel foglalja el. Ez így igazából nem nagy dolog, hiszen ezt alapvetően az i3 is tudja, de hogyha még nyitunk hozzá még egy eszközt, akármilyen, megnyitunk még egy terminált, akkor itt, ahogy szokott az i3 alatt a megfelelő elrendezésbe összejött. Most már van 4 darab nyitott panelunk, ez így igazából nem jól használható. Miért? Mert egyre kisebbek lesznek a paneljaink, és nem látjuk benne az írást, a képet, vagy akármit, amit szeretnénk. Nagyon egyszerűen megoldjuk, hozzá van rendelve, Ctrl A-hoz rendeltem, és mit látunk? Eltűnt, látszólag, a fölösleges több panel, és kétfele osztotta a képernyőmet egy főpanellé, és a maradékot ilyen füles beosztással szétosztotta. Nagyon kényelmes, ha ebbe dolgozunk, ebbe sugót, ebbe akármit, ebbe meg még egy harmadik dolgot megnyitunk, azaz kényelmesé tudjuk tenni, és nagyobbá tudjuk tenni úgy a panelokat, illetve hát a programoknak az ablakjait, hogy gyorsan tudunk közte váltani, és mindig két fél képernyőt látunk. Nyilvánvalóan ehhez nagyon egyszerűen hozzá lehet jutni, nézzük is meg, hogyan kell ezt telepíteni, illetve a telepítés beállítást elmondom, de nem folytatom le se a telepítést, se a beállítást, hiszen már minden nekem készen van. Első körbe fel kell keresni a saját oldalukat, a GitLab-on van, nem a GitHub-on, a GitLab-on, a komment szekcióba, illetve az alsó részbe be fogom tenni a linket, hogy mindenki rögtön oda találjon, és utána klónozni kell a 3 darab fájlt a mi saját gépünkre, amit itt meg tudunk tenni. Letöltés után valószínű a CIP vagy egyéb tömörítvényt szeretnénk egy az egybe megkapni, letöltjük, bekerül a mi saját letöltési mappánkba, ott kicsomagoljuk és bemásoljuk egy akármilyen könyvtárba. Én azt mondom, hogy érdemes létrehozni egy akármilyen könyvtárat a programoknak, én meglepő módon a bin elnevezés, bináris egyéb szóból keletkezett egyszerű, rövid kis könyvtárnevet szoktam erre használni, ide kerülnek bele azok az eszközök, amelyeknek a futtatása jó lenne, ha nem kéne megadni ahhoz az egész elérés utat, hanem automatikusan történjen meg, azaz a begépelés után, a parancs kiadása után, a elérési út elértevése nélkül bizony elinduljanak, ez bekerül a padba,
erről már volt szó, tehát az elérési utak között meg fogják találni, és akkor bekerül egy megfelelő könyvtárba, bekerült, egyértelmű, nem okozhat senkinek se gondot. A következő gondolat természetesen az, hogy a leírást mindig elolvassuk, gyakorlatilag nincs nagy konfigurációs lehetősége, azaz gyakorlatilag úgy, ahogy van, betesszük a megfelelő könyvtárba, és annyi, semmi egyebet nem kell tenni. Hozzáteszem, hogy ő elvárja az i3 IPC-nek a futtatását, azaz a gépen való meglétét, azaz begépeljük szépen azt, hogy pip3, install i3 IPC a terminálba is installálni fogja. Ez egy sima Python telepítési módszer, szépen begépeljük, lefut. Remélhetőleg normálisan lefut, ha véletlenül nem, akkor természetesen lehet, hogy a sudójog kell hozzá. Bevallom őszintén, nem emlékszek rá. A használata nagyon egyszerű, hozzárendeljük egy billentyű kombinációhoz, a E3 alatt megszokott módon, beírjuk, hogy exec, és én hozzáteszem a no startup ID és az elérési utat, vagy mivel nekem már nem kell az elérési utat, megadjuk. Úgy néz ki, hogy megadjuk, hogy melyik billentyűt szeretnénk. Én a mode plusz át tettem, az exetet hozzátettem, a no startup ID az azt jelenti, hogy nem várja el, hogy visszajelezzen indításkor, nem fog forogni neked feleslegesen a kis homokóra, a kurzorod kurzor marad váltáskor, és beírod azt a parancsot, ami megvan adva, egyértelmű. Ennyi. Ennél több nem is kell, majd újraindítod a rendszert, vagy újraindítod az E3-ast, vagy újra beolvastatod az E3-asnak a konfigurációs fájlát, ahogy szoktad, és utána már erre a billentyű kombinációra, ha van 2 darab nyitott ablakocska, nem történik semmi, ha 3, akkor az előbb látott elrendezésbe berakosgatja őket, ha 3-nál több, akkor már megjelenik az egy fő panel, ami elfoglalja félig a monitorodat, illetve a kis alpanelok halmaza fülecskés megoldással, ami viszonylag kényelmes, gyors, hiszen villámgyorsan tudunk váltogatni az alpanelek között, és látjuk fél monitor méretben azt, ami abban van, és a másikba pedig kényelmesen tudunk dolgozni, vagy fordítva, az egyikben van a sugó, a másikban a megnyitott konfigurációs fájlok egymás mellett, és utána abba tudunk kirogatni. Azaz, én véleményem szerint ez, mivel telepítésügyileg viszonylag egyszerű, villámgyorsan telepíthető, villámgyorsan konfigurálható, gyakorlatilag nem kell konfigurálni, csak egy az egybe megadni egy billentyű kombinációt, és utána már működni is fog, és így igazából munkanélkül, különösen munkanélkül egy plusz panel elrendezést kaptunk, és szerintem ezért kifejezetten érdemes használni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó, csodálatos panel elrendezést kívánok! Sziasztok!